A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Hegyaljai Alkotók Társulása Egy perc az élet című antológiai kötet bemutatójára várta az irodalom iránt érdeklődőket január 22-én a Szerencsi Rákóczi Várlovak termébe. A jeles eseményt Konc város polgármestere nyitotta meg, aki beszédében a magyar nyelv szépségére és megőrzésére hívta fel a figyelmet. Slossárné bátori piroska gálernő gondolatai tolmácsolta a hegyaljai alkotók társulása eddig megjelent antológiáiról. A társulás titkára emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 18 esztendőben 12 antológiát jelentettek meg, melyek közül az Egy perc az élet című kötet az antológiák versenyében 2012-ben az első helyet szerezte meg. Vicai Herrietta, a hegyaljai alkotók társulásának elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a tavalyi esztendőben Örkény István születésnapjának tiszteletére egy perc az élet címet viseli az antológia, majd az író egyik idézetét mutatta be az esemény résztvevőinek. Kazsik Marianna, a Szerencsi Általános Művöldési Központ könyvtárosa a tavalyi Örkény István év tiszteletére a Nápolyi című novellájával emlékeztek meg az íróra. Ezt követően Karádi István megzenésített verseket adott elő, majd a Szerencsi Bocska István gimnázium kettő diákja, Rubi Kinga és Madarász Péter részleteket adott elő a 2012-ben megjelent antológiából Szerencsen a Magyar Kultúra napján.